Miért akarja egy sebész, egy teljesen egészséges nő méhét és a petefészkeit kivenni? Nevem Bojtó Zoltán, és 2011 óta foglalkozom ganoterápiával. Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy középkorú hölgy, akinek egy rutin vizsgálaton papillomavírust mutattak ki. Ezután következett 10 hónap alternatív kezeléssel való próbálkozás, három alkalommal volt mintavétel, mint pozitív volt. Ezután méhnyok műtétnél a szövettan rákos sejteket mutatott ki. Utána jöttem a képbe én. Ez a hölgy. Két és fél hónapon keresztül GL porból fogyasztott naponta két ilyen kis kanállal, és az RG-ből, mert ez keserű, ebből hat kapszulával minden este. Két és fél hónapon keresztül. Most a mindenféle szövettan és mindenféle vizsgálat teljesen negatív. A sebész azt mondta, hogy ő mégiscsak kivenné a méhét is, és a petefészkeit is. Az én kérdésem, mi a francnak? Te tudod a választ?